ezzel összhangban. Az ülésen felmentették Újvári Zsombort községi tanácstagot, és helyére Dobó Ella került. Egyhangulag döntöttek arról, hogy oromhelyi közösség megkapja a helyi általános iskolához tartozó ingatlan használati jogát. Az ülés legfontosabb napirendi pontja a községi költségvetés megvalósulásáról szóló jelentés volt. 2022 első fél évében a bevétel 516 millió dinár volt, ami 91 millióval több, mint tavaly. 51 millióval többet nyert önkormányzatunk a különböző pályázatokon, és 35 millióval több a kőolajszármazékok után befolyt összeg, mint az elmúlt évben. A kiadásaink 524 millió dinára rúgtak az első 6 hónapban, a beruházások körül kiemelném az aszfaltozásokat Martonoson, Oromhegyesen és Magyarkanizsán, a játszótér felújítását, valamint az óvoda korszerűsítését. A 24 napirendi pont között szerepelt a tiszamenti vízművek veszteségeinek fedezéséről, valamint a kommunálac kommunális szolgáltató közvállalat nyereségének elosztásáról szóló rendelet is. Az ülésen szó esett még a nyilvános elismerések odaítéléséről is, amelynek kiosztására a községnapja alkalmával kerül majd sor. Ki lesz osztva egy Pro Urbe érdemérem, 5 köszöntő oklevél, 1 Juventus Pro Urbe érdemérem lesz kiosztva azoknak a polgárainknak, akik munkásságukkal hozzájárultak a magyarkanizsai fejlődésekhez, a díjakat a magyarkanizsai községi napján lesznek kiosztva. Az ülésen elfogadásra került a községi intézmények munkájáról szóló jelentés is, valamint a 2023-as évi munkaprogramjuk is.